Hagyományőrző műsorral vette kezdetét az idén először megrendezett kistérségi Eszencia Fesztivál Siklóson. Egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően 5 millió forintos támogatással valósult meg a program. Az önkormányzat még az olyan húzó rendezvényei előtt, mint a Várfesztivál szeretett volna kedveskedni a helyieknek és a turistáknak, ezért esett a választás július 23-ára. Az Eszencia Fesztiválnak pedig a nevében benne van, hogy az eszencia az, ami itt Siklóson lényekként, kultúrában, zenében, helyi termékben megjelenik, azt meg tudjuk mutatni mindenkinek. Kijöjjenek a siklósiak, a helyiek, jól érezzék magukat, és egyébként az ide látogató turisták, vendégek is megláthassák azt, hogy mitől vagyunk mi egy kicsit mások. A szervezők a színpadi elemek mellett a gyerekeknek is készültek programokkal. Kézműves foglalkozás, arcfestés és pónilovak is szórakoztatták a kicsiket. Ha pedig helyi értékek, természetesen nem maradhat el a vásár sem, ahol különböző kézzel készített tárgyakat is vásárolhattak az érdeklődők. Itt gravírozott egyedi poharak, üvegek, mécses tartókat is szoktam készíteni, jelenleg nincs itt, saját kézzel gravírozom őket. És mióta foglalkozik ezzel, és miért éppen ezt választotta? Hát én 2 éve kezdtem, igazából akkor csak éppen, hogy neveket írtam föl poharakra, és ezt autodidakta módon próbáltam későbbiekben fejleszteni, hobbi szinten, de nagyon szeretem csinálni. Saját kézzel készítésű termékeim vannak, hímzett törölközőim, szatyraim, kenyeres zsákok, frissen tartó kenyeres zsákok, neszeszerek, tehát sok minden ilyesmit készítek, illetve varónő a szakmám, tehát varok is, új ruhát alakítok, függönyt varok, bármit, tehát milyen igények vannak, illetve hagyományőrző ruhákkal is most már megkerestek, úgyhogy ilyen sok mindennel foglalkozom, hát közel több mint 30 éve. Az egésznapos ingyenes program a nagy meleg ellenére sokakat vonzott a Várkertbe, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a kedvükre való programot.